Nem volt egyszerű az élet a II. Világháború utáni Németországban. Szét volt bombázva, főleg itt a Ruhrvidék Essen környékén. Szinte épház sem maradt, az emberek a föld alá szorultak, illetve pincelakásokba kellett meghúzniuk magukat. Nem volt ezzel más, hogy Reinhardt családja sem. A kicsi Reinhardt életében ezért alapvetően fontos szerepet játszott a fény. A fény, és mivel hogy egy pincében élt, azért fehérkés bőre és miteszeres arca miatt a nők sem kedvelték túlságosan, úgyhogy Reinhardt úgy gondolta, hogy a fény és a nők erre a két dologra teszi fel az életét. Később aztán jó is ment neki, amikor bezárt a helyi Balmax, akkor egy komolyabb tétel fehér villanykapcsolóra és dugájra sikerült rátenni a tenyerét. És úgy gondolta, hogy ha a világot nem boríthatja fénybe, legalább szűkebb pátriáját, lakóövezetét megörvendezteti a lumennel és a kandelával. Komoly fotonfét is alakult ki nála, ez egy új fajta civilizációs betegség. Engedjék meg, hogy körbevezessem önöket szerény hálékunkban. Ugye a bejárati ajtó az nem véletlenül kék, a sötét egyáltalán nem látszik, mint egy kihangsúlyozva az, hogy szükség van a fényre. Az ember bejön, nyúlna a kapcsolója, ami nincs ott, ahol keressük, viszont azonnal feltűnik egy stratégiai, nagyon fontos ponton elhelyezett dugály, abban mindenképpen bele lehet tenni egy lábteret megvilágító lámpát. Na most, a következő dolog, amivel beleütközünk, az ez a vezérlőpult. Lényegében Lichtkunst gyűjteménynek nevezném. Kérem szépen, ez 10 darab kapcsoló, mert ugye ez is, ráadásul ezt lehet, hogy is hívjuk ezt? Dimmelni. És a lényege az, hogyha ön nem kapta meg azt a kiképzést, amit mi megkaptunk röpke másfél órában, tegnap hajnali kettőkor, hogy melyik mit kapcsol, akkor soha többet nem fogja tudni vagy föl, vagy lekapcsolni. Meg fogjuk számolni, jó? A halogénizók valamelyiket. Szóval ide botorkál az ember, és elkezd játszani. Lichtkunst 1. Ó, ez itt ez. Lichtkunst 2. Ez látszólag nem csinál semmit, de biztosak lehetnek benne, hogy a ház itt távoli pontja. Most valakit fölébresztettek, mert a pofájába világítottak a lábával. A Lichtkunst 3 már láthatóan a távolban, mint egy megvillant egy fényforrást. A 4 az ugye ott a falon elhelyezett gyönyörűen, szépen, mint egy ilyen Omega koncertszerűen a falat megvilágító halogén lámpapárt, mert ugye ez elég sok áramot fogyaszt. Istenem, mi lesz ez az ember, megismeri a ledes technológiát, nem mindegy. Szóval a Lichtkunstokat végig kapcsolgatva, ugye mert a dimmert is meg lehet nyomni, tulajdonképpen fotonszőnyeget terítünk magunk elé, ahogy megérkezünk. Így betalálunk azon nyomban a fürdőszobába, ami hát körülbelül 5 négyzetméter, de ez az 5 négyzetméter ugye indokol azonnal 5 újabb villanykapcsolót. És kapcsolat fel, mert nem látszik. Mutatom sorba, igen. Ezen a gyönyörű trianguló alakú, amit egy ilyen energiapiramist szimbolizáló installáción egy darab halogénizzót villant fel, viszont ha felkapcsoljuk a 2-est meg a 3-ast, akkor szinte már az összes világít, na de várjunk, mert van még itt egy 4-es is. És az ilyen WC-hez is jutott egy, meg még 2 darab dugáit, és ha nagyon figyelmesek vagyunk, szemfülesek kiszúrhatják azt, hogy még itt is van egy kapcsoló, és egy konnektor. A biztonság kedvéért benézünk ide, ide már sajnos nem jutott a Balmaxos kontingensből. A szekrényben még van. Az meg volt. Köszi, ne viccelj. Viszont ez még csak az előtér, ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez itt 10, eddig 16 kapcsolónál járunk. Megközelítjük a konyhát. A nagy vaksötétbe botorkálva, mint hogy is mondjam, ezt a saját szarát evő sivatagi patkáig úgy jövünk ide, ahol kitapítunk újabb 3 kapcsolót, ezzel együtt már 19-re növekedett a kapcsolók száma. És tök szerencse, hogy itt vannak, mert így megláthatjuk ezt a másik 2-t, meg ezt a 23 dugáját. Tulajdonképpen egy disztótort bármikor képesek vagyunk levezényelni ezen a pulton, áramunk meg fényünk az lesz. Na most, hogyha netalántan, ez a konyha. Igen, de hogy a 19-20-21, így. Ha netalántan egyszerre 3 családtagunk szeretné tölteni a telefont, de nekünk valami miatt szükségünk van még dugájra, nem kell csüggedni.
ugyanis újabb 4 plusz 1 dugály, valamint 2 fényforrás is még a rendelkezésükre. És ott a sarok. Ah, igen. Szóval indokolta teszi az újabb 5 dugályat. Az a tény, hogy ott egy sarok van. És nézd rám, de föl! Ugye sose lehet tudni, mivel ha jönnek a vendégek, hát ők hova szúrják a telefont, oda a sarokba, és a gerendán lehet tartani. Na most mutatnám, kedves Bence, hogy ott a szekrény fölött is van 2 darab dugály, stratégiailag rendkívül indokolt helyen. Onnan nem tudom, mit lehet. De már most már lassan egyben a Balázs szállítani a dugajokat. 21 kapcsoló eddig. Ja, na, szóval ezt túljutottunk az előszobára. Azt hinnénk, de nem, mert itt Terrasse 2 Strahler és Terrasse Beveg Melder mellett van azért még 2, plusz egy termosztát, hogyha netán tekergetnénk szeretnénk. Szóval ez 21, 22, 23. Na most a nappaliba érkeztünk, ami rendkívül tágás tér, 4-5 ember számára is kielégítő munkahelyet biztosít, de ha ne találtál összevesztélek az, hogy a 21 villanykapcsolóból ki fogja kezelni. Nem, 24-nél járunk. 24, akkor itt egy újabb 10-es. Tulajdonképpen a brazil válogatottat itt megtaláljuk a falon, tessék a Lichtkunstok. A logikát ugye az adja, hogy ennél is tudjuk vezérelni, de egyébként még a szomszéd falu arra mellátását is, és arról a falról is, úgyhogy ha ott valamit fölkapcsoltunk, gond nélkül itt lekapcsoljuk, viszont össze is keverjük a rendszer, úgyhogy teljesen random módon világítanak gyönyörű szépen installált fényforrások, indokolatlan mennyiségben világítják meg a fehér brezolit falat. Na most, innentől kezdve, ez ugye újabb 10-es, ez itt 34, és hát felhívnám a figyelmet erre a pár dugájra. Úgy gondolom, hogy itt egy nálunk én a sokkal népesebb újságíró csapat is teljesen vígan eldolgozik, hiszen ugye itt van, ott is van még 2, azért jegyzem meg. No de most, még itt is van 3, szóval azért egész jók vagyunk azért. Van egy olyan érzésem amúgy, hogy Reinhardt igazából nem bevasázta a falat, hanem bekábelezte és úgy betonozott rá. Elérkeztünk lényegében a fénytechnika csimborasszójához, az 5 darab dimmerhez, ugye? Ami külön kapcsoló is. És nézzük, hogy ez itt, az előszobában, meglepetésszerűen rávillanthatunk a vendégre. Ez itt, hát ez itt bizony megint 10, bárhogy el is számolom, úgyhogy 34 meg 10, 44 darabnál tartunk. Hát várjál, mert ott is van valami. Hopp, egy 45-dik is van, ugye ott, hogyha ne kelljen az ágyból nagyon messzire nyúlni. Most elérkeztük a szórakoztató központ mögé, ahol meglepő módon csak 4 darab konnektort találunk. 5-öt, bocsánat, mert a router is ott van. Ugye ez 44. 45. 45. Na most ugye utaltam a nőkre, a fény meg a nők, erre volt szüksége Reinhardtnak, és hát úgy gondolta, hogy művészi vénája alkalmasra teszi őt arra, hogy meg is örökítse a nőt, ahogy ő azt elképzeli. Nem menjünk ez az övelben bele. Talán kísérjenek fel engem az emeletre, ahol ugye szerény hajlékomon osztozom Viktorral. Na most, ha azt gondolnánk, hogy csak úgy ilyen sedre módon, tulajdonképpen bohém módon lehet kapcsolgatni össze-vissza, azért van itt egy pár vágkapcsoló, hogyha elunnánk ott útközben, hogy azért tudjunk valamit csinálni, akkor azért itt is lehet, nem unatkozunk. Na most meglepő módon, ha így följövünk ide, nem látunk semmit, csak a pőre falat. Ugye a gótikusan fényt belövellő, mint egy templomszerű körablakot, ám de ha megfordulunk, újabb 9 darab villanykapcsolóval szembesülünk, és hát itt azért megtöri a rendet egy konnektor. Mert itt, sőt 2, mert ha innentől nem ér le a földig, még mindig bedughatjuk ide. 44 meg 9 45. Az... 45 meg 9 az 54 darab. Felhívnám a figyelmet az ízlésesen installált klímára, ami a lépcsőre fújja a hideget. 54-nél tartunk, a triangulum, mint visszatérő motivum, remélem mindenkinek megvan. Ha ezzel megvagyunk, akkor még mindig letelefonálhatunk amúgy a földszintre, ha nem hallanának minket. Most a dolgozósarokhoz érkeztünk, ahol találunk újabb 2, 3, 5 kapcsolót, ezzel kerek 60. Nem, 59, mert 54 volt. Elnézést, 59 darab kapcsolót. Keressünk még egyet. Lesz még egy, és újabb 3 konnektort is. Valamint, na most erre felhívnám a figyelmet, erre a gyönyörű sor mintára. Nem kapcsolom, mert nem látom. Szóval tényleg azért ez, Lichtbüro, tessék. Lichtbüro. Tessék, szóval azért
Itt azért az emberi teljesítőképesség határait feszegetjük. Én úgy gondolom, hogy ez 15. Gyerekek, itt van 15 darab konnektor, és annyi hálózati kábel, hogy az ember kezdi kétségbe vonni a ház rendeltetését. Mert Názánál szálltunk meg. Úgy gondolom, hogy ez itt a német belügynek lehet itt valami kutat. 15 darab konnektor, bocs, 14 darab konnektor van egymás alatt. Hallod? Tényleg a belügyminisztériumnál, vagy nézd meg ott, mi van elrejtve, azon fölött ott hívni, mert... Tessék, itt van egy kék telefon. Nem nagyon fontos ember Reinhardt, úgyhogy csak kék telefont kapott a piros helyet, de rajta van egy no-truth gomb. Jó, akkor eddig tartunk 59 kapcsolónál, de nem ért még véget itt. Ugyanis Bence szerény ágya mellett is röpke 3 darab konnektort találunk, egy pár hálózati adapterrel egybekötve, és ha behatolunk, mondjuk ebbe az 1 négyzetméter alapterületű fürdőszoba, ami tényleg nem nagy, itt is találunk 1-2 villanykapcsolót egy a szellőzőnek, úgyhogy ezzel 61-re növekedett, és ugye 2 ájzatot, plusz egy harmadikat, hogyha ne talán, nem tudom, zingervarrógépet vagy szövőgépet akarunk üzemeltetni ezen a alapterületen. Ja, hát is persze itt is kikapcsolható minden. De várjál, 59 volt, ott meg 3. De volt csak 2. 2, a harmadik az a szellőző, legyünk igazságosak. 61. Azt hiszik, hogy még jön be a vége van? Nem. Rögtön az ajtón belépve a kis hálószobánkba újabb 4 dugályat látunk, ugye? Ha felnéznék a szekrény tetejére, Istenőre mondom, biztos ott is találunk, de nem. Az újabb 4 mellé azért társul még itt egy ilyen 5-ös szett. Ezt így lehetett egybe kapni, és akkor gondoljuk, hogy már használjuk ki mindent. Dugályból ott is van egy, oda van most a telefonom a dugát töltve. És akkor és 61, megérkeztünk. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 darab villanykapcsolót számoltunk meg, valószínűleg nem pontos a szám, szerintem még van több is. 68 darab villanykapcsolót, és szerintem hát legalább 100 fényforrást ebben a röpke kis alapterületű apartmanban. Úgyhogy, mint minden hobbi, azért a fotonfetisizmus is áldozatokat követel, és komoly anyagi ráfordítást. Valaki 911-es Porsche együtt, valaki villanykapcsolót, meg dugáját, hát most találkoztunk ezzel az emberrel is. És a női motivumot szintén visszatér. Furcsa emberek látják Németországot, meg kell hagyni, de így lehet lényegében egy életet felépíteni, mert beteljesedett. Soha nem tudtunk úgy elmenni itthonról, hogy mikor este hazajövünk, valahol egy rohadt halogénlámpa ne világítson, egy. És mindent eddig nem sikerült lekapcsolni éjszaka, valaki mindig világosba aludt. Hát, érdekes, ugye? Lichthof.